Nem túlzás állítani, egy nyár alatt legenda született. Szűk 3 hónappal ezelőtt még csak nagyon kevesen tudták, ki is az a mihályvári Farkas Viktória. Klubunk úszó tehetsége aztán 400 vegyesen hosszú Katinka mögött ezüstérmes lett a májusi budapesti Európa-bajnokságon. Majd ugyanezen a távon az olimpián, szintén az Iron Lady után célba érve a pontszerző 6. helyen zárt. Viki mindössze 17 esztendősen robbant be az úszósport világ elitjébe, és már is komoly eredményeket ért el. Szerénységével, mosolyával, őszinte nyilatkozataival minden magyar szurkoló szimpátiáját elnyerte, és ez még csak az út kezdete. Amikor így megjöttem, nekem akkora sok volt számomra, hogy annyi ember, és nem láttam a családomat se, és teljesen készítettem, aztán ugye, ugye megtaláltak, bocsánat. Megtaláltak, és egyszerűen csak így kitört belőlem minden, ahogy megöleltem apukámat, meg utána a húgomat. Húgom is elsírta magát, úgyhogy ott ketten sírtunk, úgyhogy igen, nagyon nagy feszültség az olimpia versenyekkel kapcsolatban, az utazással kapcsolatban, ez így most így minden kiszakadt belőlem. Nagyon-nagyon jó volt ez a nyár, mondhatjuk nyárnak, igen. Az az igazság, hogy nem számítottam egyik helyezésre sem, úgyhogy nagyon-nagyon örültem minden, mind az EB ezüstnek, mind most az olimpiai 6. Igen, mondhatnánk, hogy fiatal vagyok, még 17 éves, hol van még a vége? Hát egyik kommentben megkaptam, hogy én már öreg vagyok, mit akarok, hiszen Egerszegi már 14 évesen ott volt Szöulban, szóval én mit akarok 17 évesen az első olimpiámon? Úgyhogy, de nem, én abszolút úgy érzem, hogy én bennem még van. Azt nagyon szeretném, hogyha sikerülne kihozni edzőmmel Kutasi Gergellyel, ezért fogunk dolgozni, illetve hát Párizsba szeretnék hasonlóképpen jól szerepelni majd. Hogyan vészelted át ezt a 3 hetet? Van valami a kezedben, vagy valaki, mesélsz róla nekünk? Hát az az igazság, hogy ő nem volt velem sajnos, őt most kaptam a húgomtól, ahogy hazaértem. Nehéz volt az az igazság, és azok tartották bennem a lelket az ilyen nehezebb napjaimon, hogy az edzőmmel minden nap videót cseteltünk, az nagyon-nagyon sokat számított, és a szüleimmel is nagyon sokat beszéltem, meg húgommal is. Sokat jelent számomra, hogy ennyien gratuláltak, ennyien írtak, ennyien írták, hogy büszkék rám. Úgyhogy ez nagyon sok pozitívumot adott mindenhez. Most tehát jöhet a jól megérdemelt pihenés. 3 hétre fogok eltűnni mindenki elől. 2 hétig a családommal megyek nyaralni, és 1 hétre pedig nagypapámmal és a nagynénémmel fogok nyaralni. Úgyhogy nagyon-nagyon várom már. Tényleg betábláztam azt a 3 hét pihenőt, amit kapok, úgyhogy szerintem én nagyon jól fogom érezni most magamat. Mi pedig csak annyit mondhatunk, köszönjük, Viki! Soha, de soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd könyvet írok. De a Fradi, az elmúlt 10 küzdelmes év mégis megihletően szép volt. Ez a könyv az én hitvallásom. Kubatov Gábor, Új korszak, az első 10 év című könyve már elérhető a Fradi Shopban és a könyvesboltokban.